Fokozatosan újraindulhat az élet Győrben is. Vidéken az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak, és az éttermek, kávézók teraszai szintén megnyílhatnak a vendégek előtt, valamint zöld utat kapnak azok az emberek is, akik a szabadtéri strandokat látogatnák. Egy hónapja nem voltam, vagy 6 hete nem voltam itt benn, de várható, hogy megélénkül. Tehát mindenféleképpen lassan visszatér az élet. Hát egyedül ez a második hullám, ami várható, hogy abból mi lesz, azt nem tudom. Az Oxigén hírügynökség stábja kíváncsi volt arra, ki mennyire várja a koronavírus okozta korlátozások végét. Nagyon. Hogy tud védekezni egyébként? Hát ahogyan ugye szokják mondani, kezet mosni, nagyon sűrűn természetes. Hazamegyek, a kesztyű itt van nálam, csak mondom most annyira, mert ide megyek be boltba, hogy úgyhogy amiket mondanak, mindent fölrakok, ahogy tetszik látni. A korábbi komolyabb korlátozások miatt az anyák napját sem tudták legtöbb helyen úgy ünnepelni, ahogy azt megszokták. Hát anyák napjára a kapuba átadták a cuccot, a dédunokám, unokáim, gyerekeim, igen, és sétáltam, mert csak ott tudtunk. A másfél méteres védőtávolság betartása és az arc eltakarása maszkkal vagy kendővel az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön azonban hétfőtől kötelező. A boltokban az idősek védett időzónájára vonatkozó intézkedések pedig fennmaradtak. Örültünk ennek a döntésnek. Mi ugye nyitva voltunk a vészhelyzet kihirdetésétől fogva végig. Annyi, hogy csökkentett nyitvatartással üzemeltünk, tehát nem a rendes nyitvatartás szerint. Most újra visszaálltunk hétfőtől, tehát mai naptól visszaálltunk rendes nyitvatartásra. Nyilván betartva a szabályokat, ugye a kötelező maszkhasználat, illetve az idősávos vásárlás a idősebb korosztályra vonatkozóan. Úgyhogy örülünk a döntésnek, hogy újra nyitva lehetünk. Vannak azonban olyan üzletek, vállalkozások is, ahol még csak a beosztáson dolgoznak, így valószínűleg pár nappal később nyitnak és várják a vendégeket. A kijárási korlátozás minimalizálta több szolgáltatás működését, és ezért jelentősen csökkent a bevételük is, de az enyhítéseknek köszönhetően hamarosan minden visszatérhet a normális kerékvágásba.